Beszéljünk egy kicsit a változó világról. Ja, a világ az folyamatosan változik körülöttünk, minden szempontból, mind emberek szempontjából, mind technológia szempontjából. Viszont nézzek meg azt, hogy ezt a változást, ezt te hogyan is tudod legjobban megélni, hogy úgymond a leghatékonyabb tud lenni ebbe a változtatásba, a legjobb eredményeket tud elérni a saját területeden. Úgyhogy nézzük is. Nézzük meg abból a szempontból, hogy mi is az a változó világ. Ugye, amit mondtam, hogy a világ folyamatosan változik körülöttünk, sok-sok szempont lehet. Itt lehet technológiai, bármi egyéb. Itt a videónak az a lényege, hogy ha változik körülötted a világ, akkor neked is bizonyos szinten változnod kell. És az a legjobb, hogy a Gattyán György is mondta, az interjújában például, amit a Friderikusz készített vele, hogy mindig a világ előtt kell egy picit járnod. Hogyha a világ előtt jársz, akkor vagy a legnagyobb fellendülésben, mert hogyha a világ előtt jársz, akkor te neked rengeteg lehetőség nyílik meg, előre tudsz meg dolgokat, és ezt úgy tudom megcsinálni, hogy tanulsz, fejleszted magad, és erről szól az a videó. Nagyon-nagyon sok embert látok az, aki eltölti az idejét mindenféle dolgokkal, tévézéstől kezdve, rádióhallgatás és így tovább, tök mindegy, hogy mivel töltöd az időt, vagy csak nézel a plafont, de nagyon elfelejtenek tanulni. Kiállnak sokan az iskolából, én is így voltam, ugye, most vagyok például 27 éves, 18 éves korom végén kiálltam iskolából, és akkor elmentem például egy gyárba dolgozni, ott dolgoztam, aztán mentem a következőre, de így több mint egy éven keresztül, vagy másfél éven keresztül nem is olvastam, nem csináltam semmit, vagy több mint egy éven keresztül nem is olvastam, csak így voltam, úgy voltam, hú, milyen jó, kiárom az iskolát, többet nem kell tanulni, nem kell olvasni, hülye, ilyen kincskeresők és kiskörmön, meg ilyeneket, ami totál semmi értelme, meg a irodalomban például nálunk a szlovákban a literatúrának hívják, akkor ott a mindenféle költő meg a verseiket, meg ezeket soha életben nem fogod megtanulni, de hogy ez egy másik téma, hogy bár a iskola rendszernek nem is az a célja, hogy emberek, hogy mond vállalkozókat neveljenek, hanem alkalmazottakat, szóval ott az fontos az, hogy ne is gondolkoznak az emberek, hanem menjenek a szokásos részbe, ne is gondolják át, hogy ugyan lehetne másképp is, meg hogy az iskolában már megutáltatnak téged, hogy olvasd, fejlesz magad, nézz utána a dolgoknak valójában, és ne a tévét, meg a rádiót nézd, csak ezt az emberek ezt nevezik beléjük 10-15 éven keresztül, és aztán ezt már nagyon nehéz kinőni, és aztán sokan az embereknek a nagy része nem jön rá erre, és amíg nem kezdtem el olvasni, nem jöttem el erre, és aztán elkezdtem olvasni 2016. május 16-án, az volt úgymond az első igazán értelmes könyv, amit olvastam, a Brian Tracy-nek a könyvét, és akkor nyílt ki előttem a világ. És aztán azóta ezt folyamatosan csinálom. Most már ugye bár bevezettem 5 hónapja, hogy minden héten egy könyvet elolvasok, valamikor 2 könyvet is elolvasok egy héten. Most ez egy évben 70-80 könyv. Egy átlag ember nem olvas el egy évben egy könyvet se. Egyet. Nem 70-et, meg 50-et, vagy 60-at. Ez egy akkora versenyelőny, hogy rengeteg tudásra jutok ezáltal, és az fontos, hogy ezt a tudást azt tudjam is alkalmazni, szóval én folyamatosan ezt jegyzetelek, az már, hogy hangos könyveket olvasok, YouTube videókat nézek, és ezt bárki meg tudja csinálni, nem kell hozzá semmi, csak akarat, meg az, hogy te ezt betartod folyamatosan, és szereted azt csinálni, mert akarsz tanulni, és hogyha te változik a világ, akkor te sokkal gyorsabban tudsz változni, már olyan információk már eljutnak hozzád, ami más emberekhez nem, már a tévében ilyeneket nem mondanak, vagy a rádióban nem mondanak el, hogy az ismerőseid sok esetben nem tudják. És olyan egyszerű, de tényleg nagyon egyszerűen működik a világ. Nagyon-nagyon egyszerűen. Minden szempontból, befektetésekből is, például idejében rengeteget megtanultam, és rájöttem, hogy nagyon-nagyon egyszerűek a befektetések is. És én ezt is úgy nem tudtam, hogy hú, milyen bonyolultak, mindig van bonyolult, van mindenki van bonyolultan mondja, meg ilyen olyan opciók, tőzsdén kereskedj ugyebár, a kriptovaluták és így tovább, és mindenki ugyebár más mond, mindenki másképp mondja, de
nagyon egyszerűen mindig azt kell követni, akik a legnagyobb eredményt érték el, például Warren Buffett. Ő például 40 éven keresztül tudta azt hozni, hogy 31%-ot növekedett minden évben a portfóliója. Miért tudta ezt elérni? Nagyon egyszerűen, mert betartotta a szabályokat, csak senki nem akar 50 év alatt, meg 40 év alatt milliómos, milliárdos lenni, hanem mindenki azonnal akar, holnapra akar meggazdagodni, és ezért is nem érik el sokan, mert mindenki a gyors része, kriptoautát, meg a hülye lottószelvényeket, meg a tipmixeket, meg ezeket a sok szarokat csinálják az emberek, hát, ha majd bejön, csak ugye bár agyilag nincsenek felkészülve, meg hogyha úgymond szerencséje van nekik és bejön, akkor az összes lottómilliómos azért megy ugyebár csődbe, mert agyilag nincsenek, a fejben nem tudnak, nincsenek ott, hogy ők birtokoljanak több millió eurót. És azért nincsenek felkészülve, mert ez nem tanulták meg, szóval ahhoz egy dolog, hogy valakinek van pénze, de az akkor van valakinek sok pénze, és az meg, hogy meg is tudja ezt tartani. Mert sok pénzt lehet csinálni, kinek mi a sok, de azt meg is kell tudni tartani. És hogyha valakinek nincs meg hozzá a tudás, akkor mindenféle hülye szarságokra elkölti a pénzét, és nincs neki értelme. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a változó világot ezt itt tudod legjobban kiköszöbölni, hogyha folyamatosan te tanulsz, teszel azért, hogy megszerez az információkat, és minden le van írva, szóval a könyvekben például rengeteget meg lehet tanulni, nagyon-nagyon sok információt, tényleg hihetetlen mennyiségű információ ott van a könyvekben, ha te meg akarsz tanulni tárgyalni, meg akarsz tanulni értékesíteni, meg akarsz tanulni valamit az informatikáról, programozni, tök mindegy, hogy minden ott van, vagy az interneten, vagy ott van a könyvekben. Vagy mind a kettőt használhatod. És rengeteg anyag. Csak az emberek nem csinálják ezeket, de egy szó mint száz a videónak az a lényeg, hogy három dolgot kérek tőled, vagy biztatlak rá, hogy tedd meg, te felelősséged, a te döntésedért nem tudok felelősséget vállalni, de három tippet tudod adni, amit meg tudod csinálni. Például nagyon egyszerű amúgy a sztori. Egyik az, hogy vezess be az, hogy minden nap egy órát olvasol. Ezt teheted reggel, teheted este, délután, tök mindegy, hogy milyen, főleg az estét vagy a reggelt javaslom, de minden nap egy órát olvas, olyan könyveket, amik vagy a bizniszről szólnak, vagy a self-development, szóval a személy a fejlődésről szólnak. Sok ilyen könyv van, Brian Tracy, Zig Ziglar, Szabó Péternek is amúgy nagyon jó könyvei vannak, amik ugyanilyen nem tetszett, de vannak például nagyon jó könyvei, amik vannak, hogyha magyar szerzőt is akarok mondani. De sok ilyen van, John C. Maxwell, Bob Proctor, és így tovább, sok ilyet fogsz találni, hogyha beírod ezek a Google-ba, fogsz ilyen hasonlatokat, vagy hasonlókat megtalálni. Robert Kiyosakinak nagyon jó könyvei vannak, annak is több, mint van, 20 könyve megjelent magyarul. Úgyhogy ezeket mind el tudod olvasni, szóval az a lényeg, hogy naponta egy órát olvas, és ezt tartsd is be minden egyes nap. Egy héten simán el tudsz olvasni egy könyvet, vagy amikor többet is, mert simán kijön. Egy órát, 50 órát, 60-at el tudsz olvasni, 7x6. Hogyha még nem is olvasol minden nap úgy annyit, de hogyha számoljunk, csak 7x5-tel számoljunk, hogy 50 órát tudsz elolvasni egy órát, akkor az 350 oldalas könyvet minden héten el tudsz olvasni. Simán. Vannak a könyvek csak 150 oldal, 170 oldal, kettőt is simán el tudsz olvasni egy héten. Hogyha nagyobb betűkkel van írva, akkor még többet. Ez az egyik. Másik dolog, hogy minden nap hallgass legalább fél óra hangos könyveket, nem ilyen YouTube-ot, meg ilyeneket, hanem hangos könyveket. A hangos könyveknél pedig arra van nagyon jó applikáció, Audible, úgy írják, ott angol, spanyol, német könyvek vannak, hogyha például ezeken a nyelveken nem beszélsz, akkor meg vannak franciák is amúgy, hogyha nem beszélsz, akkor pedig ott van a magyarul a Voice, Z-vel a végén, Voice, itt például szintén több mint 130 könyv fent van, meg tudod hallgatni, vagy van például még mondjuk ott ilyen rövidítő könyvek vannak, azt annyira nem javaslom, de inkább az egész könyveket javaslom, szóval maradjon az a Voice, ez tényleg jó, vagy ott van angol nyelven még a Mentorbox, ők is elég jól ismertek, de ezeket főleg én Audible-t hallgatom, hogyha beszélsz magyarul, vagy beszélsz angolul, akkor én mindenképpen Audible-t javaslom, nagyon össze van rakva, úgyhogy például ez egy ilyen megoldás. Minden nap fél órát hallgass ezt. Fél órát, amikor erre figyelsz, és közben kiejtheted el, amit abból az adott könyvből tanulsz. Szintén itt is egy két hetente egy-két könyvet meg tudsz hallgatni. Azt még plusz hozzá tudod ezeket adni. Egy kvázi két hetente egy könyvet meghallgatsz, itt már ugyebár az több mint 25 könyv egy évbe, ha 52-höz hozzáteszed, akkor az már 77 könyv egy évbe.
az már rengeteg. És aztán ott van a harmadik tippen, azt pedig a YouTube. YouTube-on fizess elő prémiumra, ami 9,49 € havonta, és nincsenek reklámok a videókba, és korlátlan mennyiségű videót tudsz nézni. Itt meg javaslom, hogy tényleg mind a gazdasági politikával kapcsolatban, például van a Torockai Lászlónak nagyon jó videói vannak, Magyarorsi Csabának, így hogyha a világot akar egy kicsit, a kultúrákat meg akarod ismerni, nagyon jó sok kirándulási videója van Amerikától kezdve, most például Gibraltáron voltak, a Magyarorsi Csaba, a Horváth András elektromos autók, ott van nekik a Apple termékekről is szokott csinálni videókat, a Tech2-s Laci például, ott is nagyon jó videóik vannak, aztán például Apple Pie, hogyha Apple termékekről akarsz így tanulni, például a sikervitamint szintén nagyon tudom javasolni a vállalkozásról kapcsolatosan, aztán, hogyha Ausztriába akarsz ingatlan vásárolni, akkor Ausztria ingatlanok például, az is nagyon, nagyon jó csatorna, Brian Tracy-nek is nagyon-nagyon jó videói vannak angol nyelven például, nagyon-nagyon jó videói, aztán a Wall Street farkasa például, szinte neki is nagyon jó videói vannak, nagyon jó interjúi vannak, aztán volt ez a Valentinment, vagy valami ilyesmi a neve, ilyen piros oroszlán a logója, ott is van majd 4 millió feliratkozója van szintén angol nyelven, ott meg a különböző vállalkozókkal kapcsolatban készít videókat, az illető az régen volt a hadseregben is, Amerikában, iraki származású amúgy, szóval egy nagyon-nagyon jó üzletember, nagyon-nagyon sikeres üzletember, és már valami 10 éve csinálja a YouTube-ot, és még sorolhatnám nagyon sokfajta ilyen olyan youtuber van, akitől tudsz valós információkon keresztül tanulni, de fontos, hogy fizess elő a YouTube-ra, mivel nem kell nézegetni a reklámokat, szóval fizess elő a YouTube prémiumra, és hogyha ezt megteszed és előfizetsz, akkor nincs probléma. Már akkor ezekhez a tartalmakhoz korlátlan mennyiségben hozzáférsz, és itt is naponta javaslom, hogy legalább egy órát néz a YouTube-on. Most ha megnézed ezt ez 2,5 óra napodból, rengeteg információhoz hosszú jutni, és a változó világ, ami van körülöttünk, ezt szélsebesen le tudod harni, és sokkal előrébb tudsz tartani még a világ előtt, hogyha megfelelő helyről szerzed be az információkat, és folyamatosan fejleszted magad, akkor kinyílik előtte minden kapu. Lájkold ezt a videót, hogyha tetszett, segít a YouTube algoritmusának is, hogy minél több hasonló gondolkozású emberhez eljusson, mint te is vagy. Iratkozz fel, hogyha még nem tetted, mivel ha feliratkozol, akkor mindegyik videóról kapsz értesítést, ehhez nagyon fontos, hogy azt a kis csengettyűt is kapcsol be, és akkor fogsz róla kapni értesítést, és akkor találkozunk a következő videóban is. Sok sikert!